Árrobbanás történt a használt lakások piacán az idén, a kínálat pedig alig bővült egy év alatt. Fejér megyében júniusban több mint 3300 lakó ingatlan várt gazdára. Ez körülbelül 1%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A megyeszékhelyen az átlagos négyzetméter ár 600 ezer forint fölé emelkedett. Székesfehérváron például már 644 ezer forintba kerül egy eladó lakó ingatlan átlagos négyzetmétere, ami egy évvel ezelőtt még csak alig 500 ezer forint volt négyzetméterenként, tehát ez azt jelenti, hogy több mint 20%-os volt a drágulás üteme, és érdekességként érdemes megjegyezni azt is, hogy ez az árszint, ami például Fejér megye székén, Székesfehérváron található, ez a majdnem 650 ezer forintos négyzetméter ár, ez a néhány évvel ezelőtti budapesti lakás árszintnek felel meg. Ugyanakkor, ahogy a megye nagyobb települései drágulnak, folyamatosan nőnek az ingatlan árak az agglomerációban is, csak úgy, mint az üdülőövezetekben. Gárdonyban és Velencén például egy négyzetméter átlagosan már több mint 700 ezer forintba kerül. Miután több nagyváros, ipari park és üdülőövezet is található Fejérben, folyamatosak az új lakásépítések is. Az árakat ez is felhajtja. Ugyanakkor Pest közelsége is hozzájárul a magas négyzetméter árhoz. Mert teljesen mindegy, hogy valaki egy drága nagyváros belvárosi korzon lakásából, vagy például a Velencei tó partjáról végzi a munkáját. Ez véleményem szerint a későbbiekben növelheti a Fejér megyei lakóingatlanok iránti keresletet, arról nem is beszélve, hogy a gazdasági aktivitás szempontjából szintén kiemelt régiónak tekinthető a megye, hiszen rengeteg beruházás történt, és rengeteg munkahely jött létre, ami áttételesen tovább élénkíti az ingatlanpiaci keresletet, hiszen azok, akik Fejér megyében találnak munkát, és megbízható és jó fizetéssel rendelkeznek, előbb-utóbb megjelennek az ingatlanpiacon is. Balogh László hozzáteszi, az ingatlan piacon gyakorlatilag jelenleg nincs olyan árszint, ami mellett ne kötnének adásvételi szerződéseket. Magyarán szinte a csillagos ég a határa az áraknak. A jövőben lehet majd egy néhány százalékos árkorrekció, de még így is drágábbak lesznek a használt lakóingatlanok, mint fél évvel ezelőtt. Az ingatlan.com szakembere hozzáfűzte azt is, hogy az infláció elleni harc miatti kamatemelések eredményeként egyre drágábbak a lakáshitelek, ezért elképzelhető, hogy többen későbbre halasztják a vásárlást, ami egy időre visszafoghatja majd a keresletet.